Toklász. Egy apróság, ami borzasztó fájdalmat és súlyos szövődményeket okozhat a kutyának. Tavasszal kezdődően szinte minden füves területen találkozhatunk a növénnyel, nem csak a réteken és legelőkön, hanem a városokban is. A fű magvainak feladata, hogy a talajba fúrodva gyökeret ereszenek és megtelepedjenek, azonban előszeretettel tapadnak rá bármire, amibe kampós végükkel bele tudnak kapaszkodni, és ez alól a négylábúak sem kivételek. Ennek az egyik vége hegyes, és kis tüskék vannak rajta, és csak előre felé tud menni, át tudja szúrni a bőrt, és utána egy sipoljáratot képezve egyre mélyebbre és mélyebbre fog haladni. Ugye nyilván meg fogja találni a maga útját, új között nagyon gyakori, fülben nagyon gyakori, szemben nagyon gyakori, hogy belemegy, illetve még extrém helyeken is találunk, péniszben, húgyhólyagban, combban, egyéb helyeken bőr alatt, de azért a klasszik az az új között, fül, szem. Óriási fájdalmat képes okozni, ahogy átszúrja a bőr rétegeit, majd a szövetekben tör utat magának hegyes fejével, és akár napokig, hetekig is vándorolhat a kutya testében. Gyulladást, fertőzést, esetenként súlyos szövődményeket hátrahagyva. Ha a gazdi észreveszi, hogy a kutyának az ujja között toklás szezonban kis pukli keretkezik, kis véres csomó esetleg váladékozik, és sokat nyalogatja, akkor mielőbb állatorvost felkeresni, mert hogyha időben elkapjuk, akkor még akár bódítás nélkül is pár centire van a bőrtől az toklász, de hogyha napok telnek el, az egyre mélyebbre, mélyebbre megy, akár a könyökig fel tud menni, vagy még mélyebbre. Onnan kiszedni már jóval nehezebb dolgunk van. Nézzük át kutyánkat tetőtől talpig séta után, különösen, ha a magas fűben szaladgált. Ha az állat szőrtípusa engedi, fontoljuk meg, hogy a nyári hónapokban rövidebbre nyíratjuk azt, illetve fésüljük át hetente több alkalommal az ebb bundáját, távolítsuk el a rátapadt fűszálakat, fűmagokat, toklászt és bogáncsokat, tüskéket.